Nem működnek a közúti jelzőlámpák Pécsett az Ágoston téren. Már egy hete ez az állapot fogad minden arra haladó autóst a kereszteződésben. Mint kiderült, komoly a hiba, ezért nem állították még helyre a berendezés működését. A Biocom NKFT kommunikációs referensét kérdeztük a meghibásodás okáról és a helyreállítás várható idejéről. Az Ágoston téren a jelzőlámpák azok a június elejé viharban sérültek meg, és miután megvizsgáltuk őket, rájöttünk, hogy a vezérlőegység az annyira tönkrement, hogy javítani nem tudjuk, hanem ki kell cserélni. Az új vezérlőegység beszerzése már folyamatban van, tehát ez meg fog érkezni, és ugye amint megérkezik, akkor kicseréljük, és újra tudnak majd működni a lámpák. Addig azonban nagyobb körültekintést igényel a kereszteződésben történő áthaladás, tekintve, hogy akár két irányból érkező járműveknek is elsőbséget kell adni bizonyos helyzetekben. Fontos megemlíteni a gyalogátkelő helyeket is, az itt elhelyezett jelzőlámpák sem működnek. Mészáros Rita hozzátette, hogy erre is gondoltak. Táblákat helyeztünk ki, amelyek a gyalogos forgalom átkelésére hívják fel a figyelmet. Pontos dátumot tehát nem tudunk, de várhatóan még további hetekig kell óvatosan megközelíteni az Ágoston teret autóval és gyalogosan egyaránt.